Vereséggel, de pozitív mérleggel zárta az elmúlt évet az NKS felnőtt csapata. A nyíregyháziak 7 mérkőzést játszottak le az amatőr NB1 fehér csoportjában, és ezeken 3 vereség mellett 4 győzelmet arattak. Mivel az elmúlt nyáron jelentősen átalakult a keret, és menet közben is érkeztek játékosok, Farkasinszky Gyuláné szakmai igazgató elégedett az eddig történtekkel. Ahogy kezdtük a bajnokságot, ahhoz képest ez egy egészen jó eredménynek számít, bár hozzáteszem, a legutolsó hajkerni mérkőzésünkön már megint nem tudtunk teljes létszámban részt venni, mert nagyon sok a beteg, a sérült, tehát nagyon nehezen alakul ez az év. Az, hogy ott volt egymás után 4 olyan mérkőzésünk zsinórban, amit megnyertünk, úgy gondolom, az egy szuper teljesítmény volt. Ezt kellene valamilyen szinten ebben az évben is megismételni. Meglátjuk. De én alapvetően elégedett vagyok a csapattal, amilyen nehezen álltunk össze, és amilyen nehezen tudjuk megoldani itt a mérkőzéseket, az edzéseket és minden más egyebet. Én úgy gondolom, az képest az eredmény egy igencsak jó eredménynek számít. A bajnokság alapszakaszában még 9 mérkőzés játszik a nyíregyházi csapat, amelyben a hiányzók miatt 2 meccsen már pályára lépett a korábban visszavonult Farkasinszky Orsolya is. A cél az, hogy a legjobb 6 között végezzen az NKS. Ugye vannak csapatok, akik ellen még nem játszottunk, ilyen például a BKG és az Zalaegerszeg, ott nem tudom, hogy egyáltalán milyen játékerőt képvisel, főleg úgy, hogyha megnézzük itt a bajnokságnak az eredményeit, akkor itt mindenkit ver össze-vissza, tehát igazából mindig az a csapat nyer, aki a lehető legjobb játékos állományát tud azon az adott mérkőzésen részt venni, így remélhetőleg hazai pályán ezeket a mérkőzéseket fogjuk tudni hozni, és akkor az idegenbeli mérkőzésen pedig meglátjuk, megpróbálunk ott is a lehető legerősebb játékos állományán elutazni. Szeretnénk az első 6-ban bennmaradni, hogy az első 6-ban vagyunk, akkor a piros csoporttal játszunk az 1-16 helyért, ha nem, akkor megyünk a zöld csoporthoz, és akkor ott fogunk játszani a 17-36 helyet valamelyikért. A nyíregyházi kosársuli vasárnap 16 órai kezdettel a sereghajtó Debrecent fogadja a Szent Imre csarnokában. A 11. forduló további párosítása a következő: Szent Pál Akadémia Zalaegerszeg, Baja Zsíros Akadémia Kőbánya és Sziget-Szent Miklós 2 Ajka.